31 túsz nyilvánított halottá az izraeli hadsereg az elmúlt napokban, a döntésről már a családtagokat is értesítették. A Hamász még mintegy 130 ember tarthat fogva a gázai övezetben. Szabadon engedésükről újabb tárgyalások kezdődtek, miután Izrael és az Egyesült Államok fegyverszüneti javaslatot dolgozott ki. A Hamász válaszában három lépcsős ajánlatot tett, aminek része az izraeli csapatok kivonása a gázai övezetből. Hegyekben állnak a törmelékek a libanoni határ közelében, Szíriában. Izraeli légicsapások érték keddeste Homs városát. A településen és környékén 9 fülsiketítő robbanást lehetett hallani. A szíriai hadsereg szerint sok a sebesült, de halálos áldozatok is vannak. Az izraeli hadsereg néhány óra alatt számos légitámadást hajtott végre a környező területeken. A Rafahi határátkelőnél jókora tömeg állta körül annak a kiégett rendőrautónak a roncsát, amelyet eltaláltak egy izraeli légicsapásban. A jármű állítólag gyógyszert és orvosi eszközöket szállított a gázai övezetbe. A területen továbbra is elkeseredett harcot vív az izraeli hadsereg és a Hamász. A zsidó állam szerint a terrorszervezet még mindig több mint 130 izraeli túszt tart fogva. További 31 elhurcolt foglyot azonban már halottnak nyilvánítottak. 31 családot tájékoztattunk arról, hogy foglyul ejtett szeretteik már nincsenek az élők sorában. Őket halottnak nyilvánítottuk, a többi családot pedig tájékoztattuk a túszok sorsáról és körülményeiről a rendelkezésünkre álló információk alapján, mondta az izraeli védelmi erők szóvivője. A Hamás szerdán közölte, három lépcsőben 4,5 hónapos tűzszünetet javasol. A terrorszervezet emellett azt is követeli, hogy vonják ki az izraeli csapatokat a gázai övezetből, végül egyezzenek meg a háború befejezéséről Izraellel. A terrorszervezet elsőként a nőket és a gyerekeket, illetve az időseket és a betegeket engedné szabadon, palesztin foglyokért cserébe. Az egészséges férfiak csak a második és a harmadik szakaszban szabadulhatnának. Izrael egyelőre nem reagált a Hamasz tűzszüneti terveire. Az Egyesült Államok közölte, a túszok sorsa a legfontosabb. Választ kaptunk a Hamasztól a tűzszüneti javaslatunkra. Jelenleg ezt tanulmányozzuk és értékeljük Izrael kormányával együtt. Még sok munkánk lesz vele, de azon dolgozunk, hogy újabb foglyok nyerhessék vissza a szabadságukat, mondta az amerikai külügyminiszter. A lehetséges fegyvernyugvás ellenére a Vörös-tengeren még mindig nem csökken a feszültség. A jemeni huszi felkelők rakétákat lőttek ki két amerikai hajóra, amelyek közül az egyik megrongálódott. Az amerikaiak válaszul megsemmisítettek két támadó drónt. Figyelmeztetem őket, hogy abba kell hagyniuk a Gáza elleni barbár és brutális erőszakot. Hagyják abba az ostromot, ami miatt a palesztin nép nem jut orvossághoz és élelemhez. Ellenkező esetben csak eszkalálódni fog a helyzet, mondta a lázadók vezetője. A huszi lázadók hónapok óta akadályozzák az áruforgalmat a világ egyik legfontosabb teherszállítási útvonalán, ami miatt több európai gyárnak is fel kellett függesztenie a működését. A kereskedelmi hajók védelmében az amerikai és brit erők fokozták a hadműveleteket Jemenben, és több mint egy tucat huszi katonai állásra mértek légicsapásokat.